Szervusz, Andrea! Hello, szia! Csücs be, üdvözöllek az e-taxiban. Kérlek, kösd be a biztonsági övet. És kérek egy úti célt, és már el is indulunk ezzel a szuper környezetbarát, szuper zöld autóval kipufogó gázmentesen. Hova szeretnél menni? Az Uszadába szeretnék menni. Akkor már el is indulunk. Hát a múltkor találkoztunk ugye az Uszadában, és látom, hoztál is egy érmet. Igen. Maradtak még érmek, nem? Minden kisgyereknek akasztottatok a nyakába polgármester úrral, vagy kicsit több érmet készítettetek, biztos, ami biztos alapon. Igen, igen, inkább a második, tehát mindenki, aki részt vett az előző fél évnek az uszodai foglalkozásain, mindenki kapott érmet, és hát igen, rászámoltunk, hogy hát ha esetleg lesz valami probléma az érmekkel, ezért egy pár darabban többet, meg magamnak is egyet így emlékbe, mert szerintem nagyon-nagyon szép lett a mostani. Igen, néztem én is, hogy nagyon szép lett, és talán a gyerekek most olyan mindent elárult, nem? Hát bízom benne, hogy kívülről is úgy láttátok, hogy örültek neki, mert egyébként meg én nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam így a szülőktől, nagyszülőktől, pedagógusoktól, hogy nagyon örültek a gyerekek. Mennyit fejlődtek az elmúlt fél évben? Mi volt a tapasztalatod, meglátásod? Beváltotta ez a fél év, meg amúgy eltervezted a fejlesztéseket, beváltotta a reményeket? Abszolút. Ugye itt a pandémia egy kicsit közrejátszott abba, hogy a gyerekek ugye kevésbé találkoztak talán az elmúlt másfél évben egy vizes közegbe, tehát a lelkesedés az nagyon nagy volt, és a fejlődés is. Tehát ugye két csoportban vagy három csoportban dolgozunk ilyenkor, tehát én nagyjából az én csoportomat tudom mondani, illetve azt, hogy nagyon sokszor előfordul az, hogy más csoportokból hozzám átkerülnek gyerekek. Tehát ugye ez is azt mutatja, hogy fejlődnek. És szerintem minden gyerek nagyon lelkesen is, meg a képességeinek mérten dolgozott az elmúlt fél évben. Milyen volt a fél év eleje? Volt olyan kisgyerek, aki nagyon félt a víztől, és már láttad, hogy hát itt azért lesz egy kisebb meló, úgymond. Hát ilyen mindig van egyébként. Bár hál' Istennek azért én azt mondhatom, hogy elég sok gyereket elhoznak a szülei ide az uszodába, tehát nem most találkozik először, vagy elviszik olyan közegbe, ahol ugye találkozhat, de mindig vannak olyanok, akik egy kicsit bátortalanabbak, vannak, akik egy picit úgy elpityerednek, de ugye ez a csoportszellem is, ahogy együtt dolgozunk, együtt játszunk, ugye nagyon sok játékos foglalkozás van, így elterelődik a figyelem, és sokszor van az, hogy a gyerek észre se veszi, de mondjuk már lebújt a víz alá. Aha. Nehéz rávenni a legfélősebbeket is, hogy a víztől nem kell félni. Hogyan kell elkezdeni ilyenkor a fejlesztést? Hát először ugye azt tanítjuk meg a gyerekeknek, hogy hogyan kell mozogni ebben a közegben. Ugye eleve az is furcsa nekik, hogy mondjuk lassabbak lesznek, tehát nem úgy tudsz futni, főleg hátrafele. Igen, ugye akkor a közegellenállást, ugye a fizika törvényeihez alkalmazkodniuk kell legelőször. Egy kicsit egyébként összefügg ez, vagy tehát, hogy így tanulnak a vízről is egyébként. Tehát ugye ezt megtanulják. És aztán van egy csomó olyan játékos feladat, amivel ugye rá tudjuk őket venni. Mindig az a legnehezebb, hogy a víz alá bújást megtanulják, tehát a merülést. Az azért egy fura érzés, ugye idegen érzés. Így igen, így igaz. És ha már ez megvan, és ugye a gyerek így megbarátkozik a vízzel, és tudja azt, hogy nem kell tőle félni, akkor utána már az, hogy mondjuk siklás vagy lebegés megtanuljon, az már ott már azért nyert ügyünk van, én úgy gondolom, legalábbis ezek a tapasztalatok. És hát a játékok egyébként, tehát ezek a merülő játékok, amiket használunk, ugye nagyon sokszor a gyereknek piszkálja a fantáziáját, hogy a másik hogy tudta ezt onnan fölhozni, és akkor ugye ő is megpróbál merülni. És ugye nagyon fontos, hogy a pozitív megerősítésnek az egyik formáját alkalmaztátok ezzel az éremmel, de hogy ez nem most történt először. Nem. Hát én 2019-ben, mikor a gyermekeim után a gyesről visszatértem, akkor találtam ezt ki, hogy ugye az órákon mi nagyon sokat dicsérjük őket, meg tényleg hát
próbáljuk ugye erősíteni bennük azt, hogy ügyesek, de hogy kéne valami olyan dolog, ami egységes, hogy minden gyerek kapjon valami olyat, amivel ugye egy pozitív visszaigazolást kap, és akkor ugye megkerestem a polgármesteret az ötletembe, és ő abszolút támogató volt ebben. Aztán hát ugye jött ez a pandémiás időszak, akkor ugye kimaradt. Akkor jött egy kisebb szünet, kisebb-nagyobb szünet. Igen. Én is egy kicsit egyébként át tudtam gondolni, hogy hogyan lehetne még ezt olyan paksiasabbá tenni, mert én alapvetően nagyon kötődöm Pakshoz, és nagyon szeretném, hogyha a gyerekekbe is ez a paksias tudat, ez jobban belevésődne, és ezért gondoltam, hogy az Atom City-t megkeresem, és ugye Galazek Vikivel beszéltem, és őt kértem meg, hogy segítsen ugye az idei érmeknek az elkészítésében. És hát nagyon szép lett, szerintem senkinek egy minimális panasza sem lehet, mert abszolút, nagyon jó a dizájn. Abszolút. Ugye igyekeztünk a színekben, meg ugye a formákban is ugye a gyerekeknek a világához alkalmazkodni, illetve hogy nekik kedvezzünk, és én úgy gondolom, hogy sikerült egy olyat terveztetnünk, amire tényleg senkinek nem lehet panasza. Meg is érkeztünk, én sok sikert kívánok a következő csoporthoz, és nagyon sok mosolygós arcot majd, ha a későbbiekben is újabb érmeket kapnak a kicsik. Ez volt az első utad az e-taxival, igen. De ha jól tudom, akkor te nem csak elektromos autóval utazol, mint ahogy most minket választottál, hanem elektromos rollerrel is közleked. Tehát fontos számodra a környezetvédelem. Igen, igen. Hát ez egy viszonylag friss történet, még a nyáron ismerkedtem meg Szegeden az elektromos rollerrel, amikor a férjemmel így jártuk be Szegedet, és annyira megtetszett, hogy ugye városon belül ezt mennyire praktikus használni, így akkor mi is beszereztünk egyet, és hát a mai nap a férjem fogja majd a gyerekeket elhozni az óvodából, így én a városon belüli mozgásomat most ezzel a járművel fogom. Na hát akkor én balesetmentes közlekedést kívánok, köszönöm és további sikeres úszásoktatást. Köszönjük, hogy velünk utaztál. Köszönöm szépen, én is. Szia, szép napot!